A 10 legjobb magyar YouTube sorozat. 10. középsuli. És figyelj csak, az igaz, hogy az első az nagyon fáj. Akkor jó, ha fáj! Mi ez a f***ság amúgy? Most egy hivatalosan is elkezdtem egy egybefüggő YouTube műsort sorozat formájában. Úgy döntöttem, meghatározom, melyek azok a magyar gyártású YouTube sorozatok, melyekre példaként tekintek a szerintem sorozat szerkesztése közben. A listát a saját élményeim felelevenítése és az adott sorozat ajánlhatósága alapján nyitottam össze. Továbbá mindegyik sorozathoz hozzáfűzöm, hogy milyen epizódot látnék legközelebb az alkotótól. Mivel 10 helyezés nem sok, itt többet is le kellett hagyjak a listáról. Minden esetre ez a 10 legszórakoztatóbb magyar YouTube sorozat. Legalábbis szerintem. Dobom, kapd el! 10. GMST, vissza a suliba. A GMST csatorna önmagában a sorozatok végtelen hálózata. A pocsék a színészi játék, ritka szar a hangminőség, és ráadásul még elcseszettő undorítóan is néz ki ez az egész. Ami viszont elviszi a hátán ezt a projektet, az a zseniális humora, és az alkotó kimeríthetetlen kreativitása. Ez egy rakétamodell, amit technikára csináltam. Mission begin. 5, 4, 3, 2, 1. Szerethetőek a karakterek, szerteágazó a sztori, irdatlan mennyiségű koncepció van, és a régebbi epizódok is bőven újra nézhetők. Ezt nem tudom, hogy azért van-e, mert semmit nem fejlődtek az évek alatt, vagy azért, mert már a legelején is tökéletesek voltak. Minden esetre borzasztóan szórakoztató, és ez a lényeg. A poénok jelentős részét a szürreális arckifejezések, és a bábuk, azaz a szereplők különös, de komikus mozgáskultúrája adja. Jumpcuffs! What happened? Ha sorozat arzenálban egyet kéne kiemelnem, akkor azt mondanám, hogy a Vissza a suliba volt az, amelyik engem a leginkább megfogott. Ez viszont azt is hozzá kell fűzzem, hogy eddig a sorozatok töredékét néztem csak meg, és sajnos nem is valószínű, hogy valaha visszatérek hozzá. Ugyanakkor a csatorna humorát mindenképpen mérvadónak tekintem, annak ellenére, hogy tényleg nem sok epizódot láttam, és amit láttam, azt is évekkel ezelőtt. Az egyik diákom szívrohamot kapott. Azonnal szívmasszást kell alkalmaznom. Az epizódok cseppet sem mondhatóak ártatlannak, és joggal van kint a 16-os karika. Ennek ellenére mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki szereti az elvetemült dolgokat, és a minőségi, de igénytelenül kinéző animációs stílust. A South Park és anime fanok előnyben. Itt most átugorjuk azt a részt, hogy milyen epizódot néznék meg tőlük szívesen, mert bármit mondanék, valószínűleg van róla egy rész a csatornán. Hol lehet már ennyi ideig az irodalomtanár? Történt vele egy kis baleset. Ebben a videóban megint nem fogom megépíteni a szerkezetet, ugyanis batárnagyra sikerült. 9. Pingvinharcos. Vigyázz Redstone. Ez volt az egyik legelső magyar YouTube-on futó sorozat, amit elkezdtem nézni kisiskolás koromban. Olyan szinten lenyűgözött és inspirált, hogy a videók után képes voltam heteket eltölteni a taktikai ágyúim fejlesztésével, új modellek építésével és a különböző Redstone ágyú technológiák kombinálásával. Ha valami, akkor ez felébreszti egy gyerekben a kreativitást, és lehetne mondjuk az iskolának is ez a célja. Ugye most élem azt a korszakomat, hogy mindent megpróbálok automatizálni, és nem átalkodok tetemes mennyiségű nyersanyagot felhasználni csak azért, hogy minden folyamat szépen magától menjen, és ezen a 3x3x7 blokkon elvégzi a csirke tenyésztést, a csirke feldolgozást, csirke sütéssel együtt, és a tárolást is. Így visszanézve a gyerekkori önmagamra, azt is megtanultam, hogy ha olyan dologról csinálsz videót, ami rettentően érdekel, akkor biztos lesz olyan néződ, akit pont a te videód miatt fog érdekelni az adott dolog, és a te videót fogja inspirálni őt. Sirius az egészet egy olyan minőségi és kifinomult kommentárral vezette le, hogy azt sok tanár is megirigyelhetné. Ez a kombináció zár ennél sokkal többet tud. Bizony, ez érzékeli, hogy milyen cuccot dobsz be, és érzékeli, hogy a cuccokat milyen sorrendbe dobod be. És ha a cuccokat megfelelő sorrendbe dobod be, kinyílik az ajtó. Azt azért nem mondom, hogy ő ébresztette fel a kreatív önmagam, de mindenképp nagyot lökött rajta gyermekkoromban. Egyáltalán nem egy egetrengető sorozat, ettől függetlenül a Minecraft hajnalán nagynak számított. Főleg akkor, mikor én is készhez kaptam a játékot. Bár az elhangzott állítások és koncepciók egy része már rég elévült, hiszen a játék mechanikája jelentősen megváltozott. De függetlenül méltó a 9. helyre. Megnézzük belőle egy új epizódot, ahol valami város technikai hálózati megoldást mutat be. Mondjuk egy automatizált vasúti hálózatot, vagy nem tudom. Ha téged egy valamennyivel aktuálisabb sorozat jobban érdekel, ajánlom Sirius Minecraft Let's Play őrületét. 180 darab 2-3 órás videóról beszélünk. Irdatlanul hosszú, rohadt sokat pofázik, és olyan szinten fordítja a játékot saját maga ellen, hogy az valami egészen elképesztő. Ha azt hitted, ismered a Minecraftot, akkor ez a sorozat majd megingat a hitedben. Garantáltan elmegy a kedved a játéktól, ha látod, hogy ilyen szinten is lehet űzni a túlélőt. De legalább van egy bazi hosszú fasz a sorozatod. Megnyomunk egy gombot, jelen esetben egyébként egy wireless rendszerre kötöttem rá. Ennek hatására kinyílik egy híd. Itt lesz-e között a két felület között egy híd, szabadon át lehet sétálgatni, és ezt a hidat be is tudjuk zárni. A farm hangjai.
8. Just Widman, barkácsolások. Az ember gyakran megfeledkezik arról, hogy képes teremteni. Van két kezünk, mind a kettőn van jobb esetben 5-5 ujjunk, amiket precízen tudunk mozgatni, és amikkel a legkülönfélébb műveleteket tudjuk elvégezni. Óvodában és általános iskolában is évekig jártam különféle kézműves és barkácsolós szakkörökre, mert mindig lenyűgözött az alkotás öröme, és pláne az eredménye. Mivel mostanában csak a virtuális térben alkotok, így a tárgyi teremtés élményétől kicsit elszakadtam. Widman sorozata mindig emlékeztet arra, hogy bármit bármikor össze lehet rakni, bárhogyan. Mármint, hogy sok mindent össze lehet rakni, sokféleképpen, érted? Van lábszín, amit kibe tudunk nyitogatni, illetve a pedálnak is van egy hangja. Van egy lábdobunk. A legjobb az egészben az, hogy sosem az egyszerű utat választja, és van, hogy valami tök komplex új dolgot hoz létre. Teszi mindez gyermeki lelkesedéssel, és látod rajta, hogy kajak örül a végeredménynek. A videózáson kívül kb. A zene az egyetlen, ami még ilyen szinten érdekel, így nekem külön öröm látni, hogy gyakran hangszereket készít. Most azt állítottam be, hogy ha ezt a szenzort megrázzuk, akkor nyomjon le egy C hangot 120-as erősséggel. Na tessék, ezzel már lehet ilyen flagmán technózni. Egy full craftolós videót megnéznék tőle, akár ősember módra, akár valami high-tech kütyű bevonásával. De tőlem kombinálhatja is a kettőt. Minden kutyának kötelező csipet kapnia a bőre alá. 7. Pamkutya. Pamkutya. Mármint a retro pamkutya. A régi pamkutya sorozat megvalósítását tekintve rettentően összetákolt, és pont ezért vicces. Kilószámra emelik be a szürreális elemeket, ami egy egészen egyedi komikumot ad a helyzeteknek. Nyilván ez is jelentősen dob a humorfaktoron, de az egésznek az alapját a dialógusok és azok előadásmódja adja. Akkor lőjjed belém! Itt is van, hova szeretnéd? Ilyen rohadt nagy ez a szar! Pedig ez már a kicsinyített változat. Régen teszteltünk egy nagyobb orosz csipet, de annak tragikus vége lett. Szegény buksi, amikor megpróbáltuk beleültetni a csipet... Na jól van, bevallom, nem nagyon érdekel, inkább lőjed bele a nyakamba. De finoman csinált, mert ott aztán nagyon érzékeny a bőröm. Nem fog fájni, ugye? Öröm is... Amitől viszont igazán zseniális lesz ez a sorozat, az maga Pam. Olyan szinten meggyőzi a beszélő, intelligens és folyton szemétkedő kutya karaktere, hogy néha olyan érzésem van, mintha a srácok az egész sorozatot próbálnak a kutyára fogni. Egy olyan karaktert sikerült Pamra ráhúzni, amíg eredeti, vicces, szórakoztató és legfőképp vicces. Most már én is izgulok, te izgulsz? Béla, te behugyáltál? Istenem, nagyon látszik. Hát eléggé. Nyilván ők is magukat vitték tovább az évek során, és jó látni, hogy a nagyobb költségvetésű, stábba készült kisfilmükben is pontosan ugyanez a humor köszön vissza. Nyugtázzák, ha minden érthető. Értettük, vétel is vége. Bocs, minek van vége? Eligazításnak. Lára mondtam, hogy értettük. Most volt az eligazítás? Igen. Nem hallottad? Nem. És volt benne valami fontos? Igen, minden benne volt. Össze tudod foglalni valahogy röviden? Fél órás volt, nem bírom összefoglalni. De mondtam előtt, hogy kapcsolt be a rádiót. Jó, igen, bekapcsoltam a rádiót, csak azt hittem, hogy zenét hallgatunk. Bevetés előtt? Ma van a bevetés? Bár Pama már nem él, így az ő karaktere sajnos nem vihető mozivászonra, ha csak nem valami archív felvétellel. De bármikor megnéznék egy nagy költségvetésű pamkutya mozifilmet, színes tűzjáték robbanásokkal fűszerezve. Azt kérdi Béla, hány éve a csicskám? Hány éve? Inkább hány évszázada? Az őseim már nagyon régóta csicska sorban tartják Béla elődeit. A normandiai partra szállás. A nagypapám nem akarta, hogy vizes legyen a tappancsa, ezért Béla nagyapja becsicskult és átvitte a vizen. Elfogyott a pálinka meg a vodka is. 6. Deli Péter. Herbie. A sorozat, ami egyszer 20 évvel ezelőtt elkezdődött, és a mai napig tart. Persze a csatornán sok széria van, de ezek nem nagyon különböznek egymástól. Például ilyen van, hogy zabálj velem. De már maga a cív is. De az a jó benne, hogy rengetegszer nagyon gáz a humora, viszont valamikor meg pont ezért lehet rajta igazán nevetni. Meg nyilván azért, mert egy csomó helyzetet és szélsőséges véleményt szándékosan eltúlozva tálal a nézőnek. Ha beírom a YouTube-ba, hogy citrom kihívás, kidob vagy 500-at. Egy gyomorra fogom. Jó, kávé, cigi, meg vodka, meg sör, az van bennem. De mióta terjedt el ez, bazd meg a nokedlik között, hogy a citrom az rossz? Hogy kihívás kell? Szerintetek miért lehet kapni a boltba? A dísznek? Vagy ördögűzésre? Vagy mi a fasz? Még válogat, bazd meg. Hát a citrom meg a narancs, bazd meg a legdrágább cucc, hogy örüljünk, hogy van Magyarországon, bazd meg, ilyen expo, nem adózod le. Nincs citrom adó. Citromra pintorok, de azt a szar energiaitalt megissza. Cukorral meg tutti frutti ízű.
Tudod, mi a tutti frutti ízű? Törpapának a picsája. 18 év alatt senkinek nem ajánlom, és szerintem az egyetlen negatívum Deli Péter munkásságában az az, hogy ezt a videót kisgyerekek is megnézhetik, ami rohadtul nem vidám. Nyilván Herb is látja a számokat, tudja, hogy miért nézik, és erre nem is kicsit játszik rá. Jóformán csinálja a műsort, viszont egyáltalán nem mindig. Én a mondó vagyok, hogy sok igazságot mond ki, és itt most nem azokra a dolgokra gondolok, amikre te is gondolsz, mert mindenki ezekre a dolgokra asszociál Herb neve kapcsán, hanem például arra, mikor bemutatja, hogy hogyan kell szakszerűen lefolyót tisztítani. Jó, ez is egy f***ság, de szerintem vicces. Semmi nem boldogít jobban, mint a pénz. Nem az, hogy a pénz boldogít, hanem az, hogy a pénz hiány stresszet okoz. Az ember ilyen lehangolt, már borostás, megnőtt a haja, ilyen sápat, semmihez semmi kedve, mindenkivel olyan kicsit feszült, olyan bunkó, meg troll. Aztán mit tudom én, valahogy hozzá kerül fizetés, vagy valamit el tudott adni a régi kocsiját, hogy valami, és akkor ez a tudja, hogy van a pénztárcájában pénz, a csekkeket befizette, nincs most semmi gond, elrakta a hűtőt, elmehet még bulizni, el tud utazni a Balatonra, most úgy rászakadt egy kis pénz, és kisimul az arca, olyan fitnek érzi magát, mint aki edzeni vagy futni járna. És mindenki mentegetőzik, meg mondja magának, hogy dehogy is, meg nem borogít, meg nem az kell, hanem egy társ, meg mit tudom, valami lófasz. Humorának nagy része a hányattatott sorsú magyar létből táplálkozik, így rendkívül könnyű vele azonosulni. Ez a fajta szó szerint éjjel-nappal videózás ritkán, de időszakonként képes magából kitermelni egy-egy legendásan szórakoztató és humoros videót, melynek van, hogy az élményfaktorát maga Herbie adja, de van, hogy épp az a kellemetlen helyzet, amibe kerül. Nem nagyon foglalkozik mások véleményével, a saját útját járja, és videóit nézve kicsit olyan, mintha bekerülnél egy teljesen másik embernek az életébe, amire azért valljuk be, néha napján mindenkinek van igénye. Rajtam kívül például másfél millió ember nézte meg a nyugis és hangulatos téli kutyafürdetős videót. Várj, állj fel ide! Ja, csúszik. De hát meg kell tanulni. Nem fogom feltenni a lábad, mert akkor ilyen kis elkényeztetett, elcseszett szar leszel. Állj fel! Gyere! Én most megmondtam tisztán, addig én nem nyúlok hozzád, amíg oda nem fel nem állsz, amíg. Herbie csatornái sorozat szempontból több, mint jók. Napi 2-3 rész jelenik meg, bármikor becsatlakozhatsz, bármikor szüneteltetheted, akárhonnan elkezdheted nézni, és soha nem érsz a végére. Van, hogy végtelenül egyetértesz vele, van, hogy baromira felcsesz, van, hogy pörgős, mint az állat, és van, hogy végtelenül meditatív. Néha szép és igaz társam kritikákat fogalmaz meg, máskor pedig akkorákat balhézik, hogy azt a Mónika Show is megirigyelni. Most mondd, hogy ez nem egy tökéletes sorozat receptje. Persze korán sem az, nem azt mondom. Viszont szórakoztatónak szórakoztató, és mindenképp helye van a 10 legszórakoztatóbb magyar YouTube sorozatok listáján. Amit pedig megnéznék tőle? Vita műsor. Nem tudom, miért, az vicces lenne. Sziasztok, Herbie vagyok. Ez itt az én csatornám, na nem mondod. Sziasztok, Herbie vagyok. Ez itt az én anyádé. Csó! Na mi a fasz van? Anyád beszélj csúnyán a bemutatkozóba. Sziasztok, az én nevem Herbie. A tiéd pedig ki tudja, iratkozzál fel, és akkor majd tudni fogom. Ha ide tévedtél, akkor valaki mondta biztos, hogy itt egy alkoholista barom. Jó mondta. Csó, Herbie vagyok, Deli Péter, ez itt az én csatornám, és legyetek a nézőim örökre. Na majdnem jó volt, csak a sátán ki kéne űzni. Sziasztok, Herbie vagyok, és szeretek pingpongozni, de nincs kivel. 5. Pamkutya, kalandok. A sorozat, ami abból áll, hogy két magyar szerencsétlenkedik, meg vigyorog, különböző szokatlan és ritka helyzetekben, vagy épp a világ másik felén. Ez a sorozat nem zseniális. Egyszerű, szórakoztató, érdekes, és nem akar többnek látszani annál, mint ami. És éppen ezért zseniális. Tehát mégiscsak zseniális. Más idegen kultúrák szépségét próbálja megismertetni, ami ránk, magyarokra igazán ráfér. És nem csak azért, amire most ti gondoltok, hanem azért is, mert kicseszett csólók vagyunk mind, és nem jutunk el távoli országokba. Más helyeket és kultúrákat megismerni mindig is egy szemfelnyitó és elgondolkodtató élmény. És a Pamkutya kalandok pont ezt az élményt hozza el nekünk. Nem telepednek rá a személyiségükkel és a mondani valójukkal az adott helyszínre, csupán felveszik annak ritmusát és beszámolnak az élményeikről. Így biztosítva minket arról, hogy egy ilyen utazás során mi is hasonló és eredeti élményt kapjunk. Az élmény így minden néző számára személyesebb. Persze nem feledkezhetünk meg a különféle élmények bemutatásáról, meg a sorozat tudományos vonatkozásáról sem. A Pamkutya kalandokat nézni szórakoztató, kellően humoros, nem hivalkodó, őszinte, és itt az egyik kedvenc jelenetem. Lazítunk egy kicsit végre, ránk fér a pihenés. Itt még Béla nem is sejtette, hogy a nap legfárasztóbb része még csak most következik. No! 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 No, Monkey! No, Monkey!
Megnézik egy olyan videót, ahol az utazás mellett valami igazán extrém kalandot is megörökítenek. Például, hogy kimennek Kanadába, körbejárják és bemutatják Torontót, vagy mit tudom én, mondjuk ugranak egyet a CN Towerről. Szia majom! Szia! Hölgyeim és uraim, a várva várt PS4 Design, egy gofrisütő! Mi a ge... És minden konzolhoz jár egy ázsiai kolléga, aki megpróbál meggyőzni, hogy ne sír minden alkalommal, amikor ránézel. Ez a kép ábrázolja a PS brandet, ahogy kicsúszik a kezeink között. De most komolyan egy gofrisütő, a ki... Semmi gond, tudtok rajta filmet nézni és zenét hallgatni. Próbálok katonázni a kezemmel, hát ha nem tűnik fel senkinek, hogy az ingemet összefestettem délelőtt egy vízfestő szakkoron. Negyedik, Shirin, röviden. Ez a lista legszubjektívebb tagja, hiszen kizárólag azért került fel, mert Shirin humora és előadásmódja olyan érzést kelt bennem, mintha konkrétan az én igényeimnek megfelelően találta volna ki. A poénjai szakadók, a vágása fantasztikus, és az egész olyan pörgős és elborult. Nem is értem, miért nem lett ennél sokkal híresebb. Béla, ezek a tömör aranyövek itt hevernek szanaszét, vigyünk már az egy-kettőt. Az egy gyűrű már megvan, három ember fogsora a számban, és már csak egy kis szűzvérért jöttem, hogy bosszút állhassak a szamurájon, aki fülbe a surikennel. Aki túléli, megkapja a Game Pass-ra a Metro Exodus. Mikor elkezdtük a Titanfall-t fejleszteni, rájöttünk, hogy ha eladjuk a Microsoftnak, annyi pénzt kapunk érte, hogy vásárolhatok magamnak egy szakát. Királyi szakállam van. Ez egy olyan hibrid stand-up, mely mély kritikát fogalmaz meg a játékpiacsal szemben, és önkritikát a játékosokról. Nem mondom, hogy a humor a feltétlen széles közönségnek szól, de lemerem fogadni, hogy akinek tetszik, és aki tud rajta szórakozni, annak nagyon tetszik, és nagyon tud rajta szórakozni. PlayStation, ahol megvetjük azokat, akik olvasással töltenék az idejüket videójáték helyett. Bár ha PS4-et vásárolsz, a cég nem fogja egy kamerán keresztül azt kukkolni, hogy masturba. Azért mi megoldottuk, hogy te kukkolsz másokat, ahogy alaplapokra élvezni. Blizzard Entertainment. 25 éve vagyunk a többségi tulajdonosa a szabadidődnek. Szívás, mi? Bocsi, rapper disznóvágásról jöttünk. Nem volt idő átöltözni. Egyébként ez nem egy sorozat, inkább egy olyan videó együttes, viszont bármilyen rendezvényről vagy bemutatóról szívesen megnéznék egy ilyen összefoglalót. Mint amilyen mondjuk az olimpiáról. Kezdődjék a Ubisoft konferencia, ahol minden reggel kokainnal mosunk fogad. Csatlakozzatok az zöldfény templomához. Az ocsmány álhírek, amik arról terjednek, hogy betoltam egy fahéjas csokifogyit a színpad mögött, teljesen megalapozatlanok. Oké, az óriás croissant és a hatalmas karamellás hurka a hátam mögött az enyém, és nem kaptok belőle. Az egy fiatal csaj, gyereked. Vigyétek én a monitort. Harmadik, Szecsó, mivé lettem? Mindig is szerettem belelátni más szakmák kulisszái mögé. Van abban valami érdekes, hogy megtudod, hogyan telnek a mindennapjai egy olyan embernek, aki tök másra tette fel az életét, mint amire te. És ha egy olyan izgalmas hivatásról van szó, mint a rendőrök, tűzoltók, vagy épp a mentők munkája, akkor az az én szememben extrán érdekes kontentnek minősül. Kedvem belnek az ajtókba, hogy... Itt van valaki, akkor az azonnal hagyja az otthonát, hiszen életveszélyes. Egyáltalán nem egy amatőr sorozatról van szó. A vágási munka minőségivé, a hangeffektek és zenék használata pedig igazán pikánsá teszik a nézői élményt. Ugyanakkor a végeredmény sosem egy steril, filmes élmény, sokkal inkább egy kaland, melynek a részese vagy te is. Értem ezt úgy, hogy egy hasonló film, ami egy nagyobb stábbal készül, sokkal kevésbé eredeti. Határozottan azon sorozatok közé tartozik, melyek simán újra nézhetők. Továbbá vannak részek, melyek rendkívül tanulságosak. Alig 5 perc telt el a váltást követően, már is riasztás. Figyelem, riasztás. Műszaki mentéshez. Egyes, fecskendő, videócsoport. Mondanám, hogy mondjuk egy mentős lettem benne, nem is főleg a sorozat, sokkal inkább a mentősök a zseniálisok, de biztos vagyok benne, hogy egy sokkal gyengébb tálalással az ő munkájuk sem tűnik ennyire epiknek. És igen, ezt a sorozatot nézni epik, és tényleg azt érzed, hogy valami nagyon erős, emberfeletti munkának vagy a szemtanúja. Legalábbis a mentős és tűzoltós epizódoknál. De hogy őszinte legyek, a rendőrös és navos részek sokkal kevésbé fognak meg. Részben nyilván azért, mert nem feltétlen emberi életek forognak kockán, de ezekben is érződik a dolog súlya. Nem mondom, hogy rendőrfan leszek tőle, vagy hogy a navos epizódokat követően több kedvem lesz bejelentkezni a ügyfélkapon keresztül, navos ügyeket intézni. De legalább most már tudom, hogy néz ki belülről a dolog. Ott van a rendőrség! Látom a kezeket! Marad! Szia, szerint egy olyan epizódot néznék meg, ami egyetlen egy súlyos balesetről szól, viszont azt a lehető legrészletesebben körüljárva mutatja be, az elejétől a végéig. De van erre egy kíváncsiság, hogy szívesen megismerném a kulisszatitkait egy olyan esetnek, amilyet remélem soha nem élek át. Hogy nem szakad rád az ég, bazd meg! Második, Puzsér és Fam. Apu azért iszik, mert te sírsz. A műsor, amiben két elképesztően művelt ember beszélget politikáról, vallásról, művészetről, spiritualitásról, pszichológiáról, misztikáról, a társadalomról, egy csomó olyan dologról, amihez amúgy nem értenek, és persze a médiáról. Az Index megírta, hogy Aquaman meleg.
ez valami... egy fiktív karakter, amit úgy írtak. Hogy beleírták, hogy meleg, és ez egy hír az Indexen. Már ennyit sem ér egy hír, bazd meg, hogy egy, legalább egy valódi ember valóban legyen meleg, ha már hír. De ez nem, bazd meg, hogy elolvad a jég, és ettől olvad el a jégsapka, bazd meg. Megértettük. Itt jön a hát szivárvány. Ők okozzák, hát végig a balliberális kurzus okozta a felmelegedést. Sokszor egetrengetően nagy igazságokat mondanak ki. Rengeteget hallgattam ezt a műsort, és nagyon sokszor elgondolkoztatott. Mivel nem tartom magam egy olvasott embernek, így sok mindent köszönhetek ennek a műsornak, de ahol igazából két baromira művelt ember beszélget. Mostanában nem nagyon nézem őket, pár évvel ezelőtt viszont rengeteg epizódot láttam, és főleg a vallási és pszichológiai beszélgetéseket kedveltem. Persze ez a személyes élményem nem változtat azon a tényen, hogy ez egy alpári kocsma beszélgetés, de legalább jelentős mennyiségű gondolatot ébreszt a nézőben, és talán nekem is ez a legfőbb célom a YouTube-ozással. Sajnos nem mondhatom el, hogy milyen műsort néznék tőlük szívesen, bármint nyilván ezen sorozat keretei közt, mert sajnos letiltaná a YouTube a videómat, de... Vörös Sándor az olvasott ilyen jellegű dolgokat. Honvas Bélát tartotta a mesterének. Lefordította a Tao Te Ching-et. Pontosabban, bocsánat, a tőkeinek a... szakfordításából csinált egy műfordítást. Az Örkény írt valamit, amivel nem volt teljesen elégedett, és bemutatta a József Attilának, aki akkor már egy ilyen kultikus figura volt. A József Attila fogta a szöveget, és szétbontotta alkotó részeire. Na most az azt mondja, hogy a József Attilának ilyen volt a nyelv, és ilyen volt minden szöveg, ami a keze közé került. Hát analitikusan látott mindent, ilyen módon nem okozott neki gondot alkotó részeire szétszedni, megmutatni, hogy ez mi önmagában, és utána újra összerakni, de helyesen. Lehet, hogy nem skizofrén volt, hanem autista. Vagy olyasmi. Borderline személyiségzavar. De hogy ez autisztikus, ezért tudod? Gyilkosság-e az abortusz? Aki szerint gyilkosság, az a kék sarokba üljön le. Aki szerint nem gyilkosság, az pedig a piros sarokban. Első, partizán, közgyűlés. Ez az egyetlen olyan tartalom az országban, ahol egyetlen értő magyarok néznek egymás szemébe, és nem ócsárolják egymást, hanem érdemi vitát folytatnak. Igen, vannak hasonlónak látszó próbálkozások, de azok javarészt öncélúak, amik pedig nem azok, azok vagy sokkal gyengébbek, vagy nem is tudok róluk. Milyen indok ez? Az elgondolkoztató vitákon kívül jelen van egy elég erős szórakozási faktor is. Az epizódokat nézve megérted, hogy egy-egy egyszerűnek tűnő társadalmi kérdés milyen összetett és sokrétű is valójában. A műsornak egyetlen célja van, a párbeszéd és vita népszerűsítése. Gondolom én. Viszont ami biztos, hogy szándékosan a legszélsőségesebb és legkritikusabb politikai témákat vitatják meg. Felépítését tekintve több, mint profi. Először megismerjük a különböző társadalmi csoportokból összeválogatott átlag magyar embereket, az ő személyes élményeiket az adott téma kapcsán, és ezután egyszerűen csak vitáznak. A vita kérdésekre van felhúzva, a csavar pedig a dologban az, hogy a műsor közben tudod a helyedet változtatni a kérdéseknek, valamint a meggyőződésednek megfelelően, a szereplőkkel együtt. Baromi érdekes hozzászólások és elgondolkoztató álláspontok tömkelege hangzik el, ráadásul a szereplőket epizódra epizódra cserélik, így nem érzed azt, hogy véleményvezérek áldozatává válsz. Gyakorlatilag ez az egyetlen vitaműsor produkció idehaza, amiben tényleg egymás meggyőzése a lényeg, és az, hogy minél inkább körbejárjanak egy adott témát. Segít-e a politikai korrektség abban, hogy egy igazságosabb társadalomban éljünk? Fel kell számolni a szegregáció minden formáját a közoktatásban. Helyes lenne, ha az azonos nemű párok házasodhatnának. Kell-e legalizálni a marihuána fogyasztását? Lehet-e kötelezni egy nőt arra, hogy akarata ellenére megszüljön egy gyereket? Aki szerint lehet kötelezni egy anyát erre, vagy egy nőt erre, az a kék sarokba üljön, aki szerint nem lehet kötelezni, az a piros sarokba. Örökkel mennünk. Azért került a lista első helyére, mert azon kívül, hogy zseniális, szerintem rendkívül építő jellegű, és talán a legelgondolkodtatóbb sorozat a magyar YouTube-on, és mivel a szereplők széles körből vannak összeválogatva, így mindenki talál magának olyan szemét, akinek az álláspontjával egyet tud érteni. Ergo mindenki számára nézhető a műsor, és ajánlom is. De, hogyha legális lenne, én szerintem tömegével kipróbálnák a fiatalok. Ha én most festéket akarok enni, ha én most kokaint akarok szívni, hogyha nem tudom, szögecseket akarok szúrni a mellembe, mert azt tetszik, akkor azt hagyd tegyem meg, addig, amíg ezzel mást nem bántok. De hogy közben az összességében nem egy jó érv, hogy azért, mert a pia is rossz, akkor a fű nem. Azért, mert elszisz egy gram füvet, azért valóban ne legyél büntethető. Azért, mert fölnyomsz az orrodba három utcát, azért viszont legyél büntethető, mert valószínűleg bicsalóba fogsz égmenni a választ. Nulladik, Benji, Skylab. Mi történt ezzel az orral? Olyan, mintha háromszor megpöckölték volna. Mitől ilyen bágos az orrod, basszus? Megjavítom, várjál. Na így.
így jobb. Minusz egyedik. Benji, Technoszkó. Na jó, elég lesz már. Ha szerinted van olyan zseniális sorozat, ami lemaradt a listáról, az vagy azért van, mert font a 11. lett volna, vagy azért, mert nem ismerem. Be kell vajon, nem nézek sok magyar YouTube sorozatot. Így egyesek joggal érezhetik azt, hogy az ő kedvencükről most nem esett szó. Elégre ez a 10 legszórakoztatóbb magyar YouTube sorozat volt, szerintem. Ha szerinted lemaradt valami a listáról, írd le kommentbe, és kitárgyaljuk a Szerinted című sorozat keretei közt. Minusz kettedik. Szerinted. Ha tetszett, lájkolj, iratkozz fel, kövess be Instán, támogass, minden link a leírásban. Hálás köszönet, hogy megnézted a videót. További jó szórakozást, és mindenkinek sziasztok!